Hányan dolgoznak egyszerre? Hát, előadás függő általában heten, de van, hogy 10x-en. Úgyhogy így megyünk, ahonnan le tudjuk vinni még a hajakat, jó? Itt mindenkinek van saját asztala, külön sminkes rész. Úgyhogy itt minden előadás, így készülünk fel. És akkor mindenki próbálhat babákon is? Azokon igazából tároljuk, ilyen álló fejeken szoktuk befésülni a hajakat folyamatosan, minden előadás előtt. X órával érkezünk. Ezek pont a Rebecca Musical farókái. Most lejátsza, csak következő évadban van. Ilyenkor mindig elvisszük egy másik helyre, hogy nyugodtan tudjunk bakolni. A főszereplő külön bál jelenet az egész ensemble-nek, báli farókától kezdve. Minden extra. Nem egyszer, de ezt legalább egyszer kell. És akkor ugye ez a Marcellos kor jellemezte azt is, és akkor úgy törjük be, hogy csavaróval szárítjuk, és akkor utána úgy törjük be az egészet a szereplőknek. De akkor te ezt aktívan csinálod is? Aktívan, folyamatosan, igen. Minden nap. És ugye megtalálta a klasszikus. És ezt is besütik el? Bírói, csavaróval, igen. A bírói rokokó paróka. Amit szoktak szeretni. Na? És akkor levisszük a gyors öltözőbe, és hozzárakjuk még a többit. Jó. Ez például a Rebecca-ból a főszereplő, a Mrs. Denver parókája. Nálunk általában mindenféle két szereposztást játszik, és mind a kettőnek meg van külön fejünk benevezve. Janzakatának, a Poyák Lillának, ők játsszák ezt ketten. És mindenkinek egy picit más fazon, ahogy az arcához legjobban passzol, és neki jól el, hogy nem teljesen ugyanazt csináljuk, hanem hogy mindenkinek passzoljon az egyéniségéhez. Van, ami persze kötött. És aztán ugye, ezt ragasztjátok? Szerencsé saját fejükre készült, úgyhogy ha nagyon jól kifeszítjük, akkor nem kell ragasztani. Hogy nem akarok én kárt tenni, hát ezek tök szép. Ó, nem tudsz tenni, kérlek, kapcsolok egy kis villanyt, hanem zavar be. Az az én hajom, az én nem baj, hogy hosszú. De hivatalosan ugye vagy alá kéne fonni, vagy csigázni, és valahogy megpróbálom eltüntetni. Nézd meg, szőkerülített ilyet. Jó, majd kinyúlom a levelet. Ki nyugodtan készítette az egészet, segítsek? Ez a szubrettes világ, kis fejdísz, simi ruha is, és mehet. Megnézzünk egy szigorúbbat? Na, még fotózok akkor egyet én is. Húha! Ezt csak itt körben nézem, és akár mit találok. Dolgokat. Ezt mindig itt ezt igazából bárhova lehet, lehet rakni. És téged mióta érdekel ez a világ? Hát én megcsináltam most egy ilyen fodrásulit egy éve, de egyébként egy világéletem még közel állt hozzám itt hajakkal foglalkozni. És akkor most pont ilyen olyan időszakban vagyok, hogy ilyen pályaváltásnál. És akkor most kéne elmégsem. Hát ugye ez meg a lefehérített arc, ami picit hiányzik, de ez a teljesen. Mit szólsz, fura? Hát nagyon. Elizabethből a Sissi parókája. Úgyhogy ez nagyon hosszú éveken keresztül, 96-ban mutattuk be, ment. Úgyhogy ezt meg megnézzük rajtad, mint
Elizabeth császárné. Amikor megláttam anyukát csináltak, így rá is néztem, hogy úristen, lehet, hogy nagyon nagyon nem érek hozzá, hogy ne szedjem szét. De tényleg nagyon profi körülmények vannak. Én nem tudom, hogy tényleg színházak között milyen különbségek vannak, de ez nagyon izgalmas volt. Most meg tényleg így összefutni pár színésztel is, úgyhogy hát nagy élmény volt nagyon. El tudnád képzelni ezt a fajta munkát? Simán. Tehát, ja, azt láttam, hogy itt van pörgés, nem unalmas az élet. És tényleg amúgy mindenki nagyon kedvesen fogadott minket, úgyhogy biztos, hogy én nagyon jó.